A Rozsda Endre életmű még félig a földön a Magyar Nemzeti Galériában. De már így is érzékelhető, hogy milyen is lesz a honnan indult és hová érkezett utazás a képei között. Gyerekként áhítattal bámulta a lakásukban található festményeket, egy fotelba kuporodva, elveszve az időben. Mit csinálsz itt? Kérdezték tőle a felnőttek. Sétálok a képekben. Kiskorában otthon mindig rajzolt a falra, úgyhogy be kellett rendszeresen festeni a falat havonta egyszer, hogy újra tudjon rajzolni a falra. És az egyik kedvenc motívuma az egy női cipő volt. Az Abba Novák tanítvány már 22 évesen sikeres volt. Szerencsére elkerülte az akadémikus festőiskolákat. A Pesti Napló így lelkesedett érte. Csupa frissesség, egészséges magabízás és kísérletező kedv. Már éppen becsomagolt, hogy induljon Párizsba, amikor egy világpremiérbe csöppent a Zeneakadémián. Olyan helyen ültem, ahol jól láthattam Bartók kezét. Megrészegültem ettől a zenétől, és megértettem, hogy nem vagyok a magam kortársa. Rájött, hogy amit Bartók csinál, ahogy Bartók formálja a saját korát, a saját zenei mondanivalójával, azt lényegében neki is kéne ugyanígy csinálni a festészetben. Az utazás nem maradt el, de újra kellett gondolnia mindent. Párizsban kezdi el szétbomlasztani a formai világát. Nem csatlakozik egyetlen művészi csoporthoz sem, nem trendember, de a szürrealisták állnak hozzá a legközelebb. Még néhány évre visszatér Budapestre, de 1948-tól már nem engedik kiállítani, nem kap megrendeléseket. Akkor már az egyenművészet az úr. Az 56-os forradalom után visszaszökik Párizsba. Immár végleg. André Breton pedig így mutatja be. Itt egy fiatal magyar, aki egy csodálatos világ kulcsát birtokolja. Ő mikor felébredt, akkor rendszeresen visszafeküdt, hogy álmodhasson, és hogy ebből merítsen inspirációt. Szinte plasztikussá válik az idő, mint nyersanyag, és az a módszer, amivel Rozsda visszamegy az emlékezetében, az emlékeiben, gyerekkor vagy fiatalkor, és abból csipeget. Több mint 40 év telik el, mire a magyar művészettörténet nagy ismeretlenje hazatér egy kiállításra a Műcsarnokba. És egy galériás, beleszeretve a képeibe, utána megy a híres Montmartre műteremházba, a Bateau-Lavoirba. Napokig csak méregették egymást a festővel, akik korábban már odahagyott egy jó nevű párizsi galériát. Ez a párizsi galérista, az a Fürstenberg galéria volt, a Simon Collinet volt ennek a galériának a tulajdonosa, az André Bretonnak a második felesége, és ott valóban egy nagyon izgalmas, érdekes kiállítás csinálta Rozsda Endre. De a Rozsdának megvolt a maga a gyűjtőköre, és nem érezte, azt gondolta, hogy nem érzi szükségesének annak, hogy galéria legyen. Nekem mondta, hogy az élete legnagyobb hibája volt, hogy valójában ezáltal elvesztette a nyilvánosságot. Szalóki Károly akkor még nem tudhatta, hogy mekkora szerencséje lesz. Ugyanis éppen akkor érkezett Párizsba Rozsda valamikori tanítványa, Picasso későbbi élettársa, Françoise Gillot. Többnyire New Yorkban él, tehát körülbelül 2-3 hónapot tartózkodik Európában. És mit adj Isten, pont amikor a Rozsdához mentem, azt kérdezte tőlem az Endre, hogy nem akarom megismerni a François Gillot. Tehát az embernek ilyenkor kiszalad a lábából az erő, hát mondom, persze, hogy meg akarom ismerni. Ezeket a képeket még sohasem láthatta a nagy közönség. 1977-ben készültek Kaliforniában, amikor a festő Gillotnál vendégeskedett. Rozsda egy kicsit unhatta már a vásznak fel- és letekerését szállításkor, úgyhogy kivételesen nem vászonra, hanem kartonra dolgozott. De térjünk vissza a Nemzeti Galériába, ahol a festő mellett megismerhetjük a fotós Rozsda Endrét is. Többszörös expozícióval játszik itt is az idővel, a kint és bent illúziójával, az emlékekkel, mint a festményein. Gyakorta mondják, hogy felépítem a képeim. Nem így van, mert a kép épít engem, írja a festő. Hasonlóságot vélek én felfedezni Hamvas Béla gondolkodásában. Tehát, hogy a mű, ha valóban művészetről beszélünk, ha valóban egy műtárgy nagy M betűvel születik, akkor ott egy dialógus alakul ki a néző, a festő, az alkotó és a műtárgy között.
Max Ernst, Miró és Giacometti barátjának műterme ma is úgy áll, ahogy azt elhagyta 1999-ben. Az életmű egy része most itt van, és ahogy azt egy őt kutató művészettörténész írja, fogadjuk meg Rozsda kérését, merüljünk el a képeiben, és sétáljunk. Giro azt mondta róla, hogy egy olyan figura volt, mint Paul Éluard, aki, hogyha egy társasági összejövetel volt nála, akkor mindenki egy kicsit több lett, mint amilyen valójában. Tehát az ő személyisége valami olyan pluszt adott a magának, az adott embernek a személyiségéhez, ami csak abban a társaságban, abban az adott közegben, és amikor ő volt ott, akkor jött meg. És ő azt mondta, hogy Rozsda Endre is ilyen volt, és én is ezt éreztem.